Ha valaki az önkormányzatoktól veszel pénzt, akkor az ott élőktől veszel pénzt. Ezt mondta ma Ungár Péter Szombathelyen. Az LMP politikus a sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy többek között az óvodákon, bölcsődéken, az utak állapotán és az egészségügyi alapszolgáltatásokon keresztül gyakorol hatást az itt élők mindennapjaira a kormány mostani megszorítása. A kieső gépjárműadó, az ingyenes sétett parkolás és a szolidaritási adó miatt 3,8 milliárd forinttól esik el Szombathely. Ungár szerint Hende Csabának nem a Fidesz érdekeit kellene néznie, hanem lobbiznia kellene Szombathelyért.